Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Általában mindig úgy kezdem a videóimat, hogy hazaérkeztem, épp hogy csak lezvonyoztam, megebédeltem, és megyünk valahova. Gondoltam, hogy mai videót egy kicsikét másképp kezdem, ugyanis épp hogy csak hazaérkeztem, de nem zvonyoztam, nem, még nem is ebédeltem még. Kint, képzeld el, csoda szép elsüt nap, oda néz! 35 fok van árnyékban, te itt van anyám. Én mondtam nektek tegnap, hogy már tegnap is ilyen meleg volt, de ma rettentő meleg van. Úgyhogy most nem más fogunk csinálni, mint elmegyek, megzonyozom magamat, ebédelek, és el fogunk menni valahova, hogy hova, azt majd zonyzás után elárulom nektek, ugyanis még én sem tudom. Megbeszélem a családdal, aztán valahova majd megyünk. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... magamat, megebédeltem, készen vagyunk, a Davis is majdnem készen van, a Lucas is, készen vagy? Ja. Szervusz, mi a helyzet? Semmi. És nem más nézünk jelenleg, mint a Teletubbit. Oda nézzél. A Davis. Nem mi nézzük, a Davis nézi egész addig, még a feleségem nem készül. Aztán nem mással fogunk elmenni, mivel meleg van és rettentő meleg van, mivel nagyon meleg van, későn végeztem a munkába, ezért nem a tengerpartra fogunk elmenni, ugyanis oda túl késő van már, túl meleg van. Fagyit fogunk enni, nem máshol, mint abba... Balszintén. Ja, abba a Lucas azt a fagyit nagyon szereti. Amit akartam tőletek kérdezni, én szeretem a fagyit, de csak a epres fagyit. Inkább a gyümölcsös fagyit, de abból is inkább csak az epres fagyit szeretem. Te melyik fagyit szereted? Melyik a kedvenc fagyit? Az epres, az a berry. Ja, epres, a málnás, vagy hasonló. Régen a jobban szerettem a hókristályt. És nem tudom, hogy miért, de ezt a vanília fagyit, vagy a csoki fagyit, én annyira nem szeretem. Mit mondasz? És azt akartam kérdezni, ti melyik fagyit szeretitek jobban? A vaníliásat, az epreset, a gyümölcsöset, vagy inkább a hókristályt? Ahogy mondtam, én régen a hókristályt jobban szerettem, ezt a kólás hókristályt, vagy a málnás epres hókristályt, még Magyarországon emlékszek rá, amikor volt epres hókristály, és néha ilyen döglött méhecske, na eszembe jutott a neve, döglött méhecske, néha így belekerült és így pörgette körbe-körbe. Na miért? Én régen a hókristályt jobban szerettem, de a fagyit, most már megeszem a fagyit, abból is, ahogy mondtam, az epreset, vagy a málnását. Kérdésem hozzátok, melyiket szeretitek jobban, a fagyit vagy a hókristályt? Abból is melyiket, a gyümölcsöset, az epreset, a málnását, a vaníliásat, a kólását? Ide videó alá kommentba megírhatjátok, hogyha gondoljátok. Mi meg most nem más csináljuk, mint húzzuk a cipőnket, mert az még nincsen rajtunk, lekapcsoljuk a tévét, ugye, lekapcsoljuk a tévét, és elmegyünk, eszünk egy fagyit, legalábbis. Én hókristályt, én hókristályt fogok enni, tudod miért? A megalázom, most ez az $1 hókristály. Bár a másik helyen is $1, de ez valami újfajta. Fantásat, így is van, fantás meg kólás. Más, nem. Van valami másfajta, azt hiszem, dinnyés. Na majd meglátjuk. A másik helyen van sok fajta, ott van epres is, meg málnás is, de na mire, ma meglátjuk. Úgyhogy lehet, hogy hókristályt teszek. Vagy iszok. Azt nem is eszik, nem? A hókristályt azt nem eszik, azt így szívják szívószára. Na mire, úgyhogy húzzuk a cipőt, kapcsoljuk a tévét, azt elfelejtettük. Fogom a gyerekeket, aztán indulunk a feleségemet, na mire. Ide a bevásárlóba, úgyhogy most együnk és eszünk, csak fagyit eszünk, meg hókristályt iszunk, vagy eszünk, vagy megyünk máshol is.
Máshova. Máshova is. Rendben, na hozzuk azt a babakocsit. Na nézd! Itt van a nyuszi is. Na nézd, itt vagyunk a gyerek része, nem másra, mint a Davis-től is úgy döntött, hogy sétálni fog, ugye nyuszi? Nézzegetjük a játékokat. Aj, te, ez micsoda? Merre megyünk? Merre megyünk? Erre, gyere. Arra? Akkor arra megyünk. Mi ez? Mit találtál? Nézd ott egy autó. Nézd ezt az autót. Látod? Rá lehet ülni. Ide. Látod? Ezt nem nagyon lehet tologatni, látod? Nem forog a kereke. Na, add a kezed, megyünk tovább. Na, tegyünk egy gitár. Megnyomjuk, gyere. Fuhú. Majd a télapó lehet ilyet hoz neked, jó? De ne verjed széjjel. Na, gyere. Na, mi a helyzet, Lukasz? Itt vagyunk a cipő részén, és várunk a feleségemre, aki ott van, látod, mi is cipőt nézünk. Davis meg fésülködik ezzel a cipőtartó, azt mondja, hogy fésű. De mit csinálsz? Nyuszi. Ne hülyeskedjél. Na, gyere, menjünk. Azt nevet fel, a szemét. Na, vagyunk. Most teszünk jégkrémet, fagyit. Mit? A fagyit. Fagyit, rendben, csak megvárjuk a feleséget, ugyanis megint cipőt néz való, várjál. Oda néz ki van itt. A Davis lejött a lépcsőn mindenhol, egész végig, ugye? Nyuszi. Davisnek ízlik a fagyi, ugye? Nyuszi. Ugye nem, miért kapod Lucas? Te miért teszel? Te azt a berry. És ez milyen? Oda néz, ezt teszi a Lucas. A Lucas, a Davis. Micsoda? Ja, a feleségem szereti ezt nagyon, és a Davis is szereti nagyon. Én meg várok a hókristályomra. Én is szeretem a Ja, azt én is szeretem, de ezt nem szeretem. A Davis és a mami szereti ezt, és én is te szereti a... Ja, mi a gyümölcsöset jobban szeretjük. Én meg várok a hókristályomra, ugyanis a feleségem gyorsan elment, aztán kért nekem egyet. Csak még nem jött vissza. Nem kérsz egy hókristályt, inkább te is? Mi? Nem kérsz egy hókristályt? Én kértem ezt és egy hókristályt. Mind a kettőt? Nyuszi, te? Na várjál, ezzel nincsen jégák, vagy fagyi, te. Várjál. Na azt hiszem, valaki elfáradt, oda nézd, csak nézd a Davis. Meg sem mozdul, én nem is pislan. Egész végig gyalogolt, egy fél órát gyalogolt körülbelül, ugye Nyuszi? Na jó? Nem kell a fagyi. Milyen? Elfáradtál? Na milyen az a hókristály, Lucas? Ha? Mora. Kék, az biztos, hogy kék. Víz! Ja, de milyen az íze? Ez ilyen kék hókristály a McDonald's-ból. Mi? Milyen az íze? Valamint víz, de te tudod a lejtekbe. Ja, amúgy tudod, micsoda ez? Ja, a szaga ment egy tejszó. Amúgy rágógumi ez. Én megiszom még mindig ezt a kólásat. Látod, Lucas, kérsz ebből a kólásba? Lucas-en kifogott ez a rágógumi. Mi a helyzet? Nem bírod meginni? Túl sok volt a fagyi meg a hókristály együtt, mi? Nem, én csak indultam inni, és nem szerettem. Ne, meg nem olyan rossz, én is megkóstoltam. Ilyen. Csak hiszik mind, és nézd, mi lesz. Aha, na mindegy. Én most eszünk, viszont aztán megyünk, rendben? Visszajöttünk az autóba, hogyha most elindulunk hazafelé. Ez a hókristály, ez a meglátszás, ez a Coca-Cola-s, ez a kólás hókristály, nem tudom, nem volt annyira jó. Van egy másik, a fantásat jobban szeretem, lehet, hogy az volt a baj. Ez a rágógum is, miért nem volt jó? Én nem tudom. Én megkóstoltam, olyan rossz nem volt, bár nem minden. Úgyhogy most elmegyünk haza, valamit akartam mondani. Azt akartam mondani, képzeljétek el, holnap, ha jó idő lesz, akkor lehet, hogy lenézzünk egyet a partra, ugye, a tengerpartra, bár lehet, hogy esőt mondtanak, képzel. Bár reméljük, hogy nem reggel, úgyis reggel akarunk lemenni még a nagy meleg előtt, amit ti majd megláttok valószínűleg jövő héten, valamikor. Nézd, itt a Dracula, mármint egy ilyen Dracula étterem, látod? Ide be lehet menni, lehet, hogy már mondtam amúgy, és ilyen műsor van amúgy, fel vannak öltözve az emberek, mármint a felszolgálók ilyen érdekes, vámpiros dolgokba, ruhákba, ami én még az élve nem voltam. De azt mondják, hogy nem olyan rossz, bárki tudja. Most nem máshoz megyünk, mint hazafelé megyünk, de másfelé megyünk. Átmegyünk Surfers Paradise-nak. Én tudnám, hogy mi a Surfers Paradise, az a Gold Coast-nak a központja. Mutatom.
átmegyünk itt szemben, látod, vannak azok a magas épületek. Amúgy itt van az új kaszinó, vagyis lesz. Látod itt bal oldalt, most épül. Ugyanis ide építik a kaszinó, itt van a régi kaszinó, és a régi kaszinó elé építik az új kaszinót. Úgyhogy kettő kaszinó lesz. Vagy most miért lesz jó, fogalmam nincsen. Amúgy itt vagyunk most jelenleg Broad Beach-en. Ott! Látod ott a part jobb oldalt, hogy ott átmegyünk, itt van ez a felül, ahol megy a vonat itt fennebben a magasban, látod? Ahol egyszer fel akartunk ülni, csak pont azon a napon nem működött. Amúgy minden nap működik, sokszor szoktunk vele menni, csak lejövünk egyet, megyünk egy kört. Most átmegyünk szörfőszön, megnézzük hány turista van, aztán talán gyorsabb lesz az út arra hazafelé, ugyanis amerre jöttünk, nem tudom milyen rettentő sok autó volt. Ha gyorsan mutatok valamit, nézd, itt egy szálloda, és a tetején van egy étterem, látod? Ott fönt. És az az érdekes, hogy amíg megevédelsz, addig körbeforog. Aztán egy óra alatt, az csak a teteje forog körbe. Aztán hogy egy óra alatt forog körbe, egy teljes körbe, még megevédelsz, addig tudsz nézni mindenféle fajta kilátást. Amúgy még mindig nem vagyunk szörfözben, ott van szemben, látod, ahol vannak azok a házak, és nem tudom, lehet, hogy nem jó választottunk, ugyanis sok a turista. Mert itt is lassú lesz, mire hazérünk. Ilyenkor ugye november kezdődik a nyár, itt a tavasz, jön a nyár, december, ahogy mondtam ugye, és ilyenkor jönnek a turisták, nem csak a nyár jön, hanem a turista is velük. Nagyon sokan. Nézd, ott állnak bent a limuzinok. Na, ti figyeltek, én meg vezetek. Látod valahol ott bent, ilyen jó nagy hammerek. Amúgy beértünk szörfezbe. Látod, itt is van forgalom. De lehet, hogy nem olyan sok, mint a másik úton. De lassulunk. Látod, ez itt szemben mind szálloda, az összes, ott mindenfelé, amerre ellátsz, és amivel látsz ezeket a nagy magas épületek, ezek mind szállodák. És ide jön a sok turista, itt meg lehet szállni. Aztán ott volt mögöttem, ott lehet látni a kilövő. Ugye, Lukasz? Tavaly a filmben kilövettem magamat, mikor ugye filmeztük a filmet, abban a nagy golyóban, amiben beleültem, és rápültem. Másikra még mindig nem ültem fel arra a pörgősre. De mondtam, hogy majd valamikor felfogy, mikor fogalmam nincsen. Felülsz fele majd arra, Lukasz? Mit? Miért nem? Akkor, hogy hányuk. Hát én nem akarom, hogy hányjál, de hát csak nem fogsz hányni. Majd valamikor ki kéne próbálni. Mindig mondtuk, hogy majd jövünk, de még mindig nem jöttünk. Amíg még mindig itt fogunk szörfözni, még mindig megyünk át rajta. Látod? Még körülbelül egy ilyen 15-20 perc talán, mire hazérünk jó esetben. Nézd, karambol van, én azt hiszem. Ugyanis itt a mentő, meg a mentő. Valakinek neki ment. Ott a rendőr is, nézd, itt áll oda. Már az nem villog. Hozzáérkeztünk, ahogyan látjátok, közben lement a nap is. Oda nézd, látod, kezd lemenni, minden teljesen ment le. Most még nem más csinálunk, mint meg kell engedni a fürdővizet. A Davis ugyanis már meg is vacsorázott, és most elmegy fürdődni, ugyanis egy kicsit elfáradt ez a nagy gyaloglásba. Komolyan mondom, egész végkörben egy 20 percet, fél órát szerintem biztos, hogy gyalog volt. Úgyhogy fogtam a kezét. Eddig ugye beszokott ülni a babakocsiba, és elfáradt. Ugye, Nyuszi? Elfáradtál? Mi a helyzet? Hozzad a vízi biztos, vigyázz! Gyere, megengedjük ezt a fürdővizet. Oda nézd, mi van a fürdőkádban. Van itt labda, a többi játék, az nem tudom hol van. Oda, megfújtjuk. Látod? Megy bele a víz. Ja. Nyuszi, kész inni? Vizet? Látod? Ez az új üvege. Ja, miért rögtön oda a vízipisztet? Mit csinálsz? Davis elment megfürdeni, és amit akartam mondani, mindenkinek meg szeretném köszönni, ugye többen írtátok, hogy jobbulást kívántok nekem ugye a fülemre. Mondtátok, hogy sót kell rárakni, ilyen meleg sót, van ilyen gyertya. Lehet, hogy meg fogom próbálni, bár képzeld el, reggel, amikor felébredtem, még mindig nagyon nem hallottam, és így délutára kezdek hallani, tehát most már kezd jobb lenni. Bevettem azt a panadolos gyógyszert tegnap este kétszer, reggel egyszer, úgyhogy lehet, hogy valamit használ, nem tudom. Addig nem akarok rárakni, ugye ilyen, mondtátok, hogy van ez a gyertya, bár biztos itt is lehet kapni, nem tudom, hogy van-e, hogy hol van, vagy hol nincsen. Sót azt lehet, hogy meg fogom próbálni, majd este ráteszem, de ahogy mondom, kezd jobban lenni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy holnap mire felébredek, semmire baj lesz, és rendesen fogok hallani. Aztán mondták, hogy most majd még jobban fogok ugye üvöltözni, meg ordibálni így a videókon keresztül, ugye, mert nem hallok majd semmit sem. De kezd visszajönni a hallásom, úgyhogy szerintem nem lesz semmi gond. Te mit csinálsz, Nyuszi? Már megint filmesztelen vagy? Hát azt hittem, hogy elmentél megfürdeni, vagy mi van? Nem? Na gyere! Gyere, megyünk! Nyuszi! Ja, szép nagyok az izmaid. Ó, micsoda izmaid vannak, te!
Úgyhogy ezt a mai videót én itt most befejezem, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!